A következő fellépőink négy gyönyörű fiatal, két lány és két fiú. Bizony, és nem is akármilyenek, mert ők a rémrendesek. Így van. Gyertek! Közétek, jó? Gyere, jó, gyere. Menjünk ide talán a mikrofon közelébe. Ide jövök a lányok közé, mert én mindig a lányok között szeretek lenni, ez az igazság, bevallom nektek férfiasan. Hát elárulhatom önöknek, kedves nézőink, hogy a rémrendesekkel mi már régi jó barátok vagyunk, hiszen együtt járunk ebbe a bizonyos klubba, és ennek a klubnak a tulajdonosa vagy főnöke, a Szabó Zoli, nagyon kedves barátunk, és ő, mint egy jó apa, úgy vigyáz ezekre a fiatalokra, és úgy igyekszik egyengetni az útjukat. És hát mindig együtt vagyunk ezen a bizonyos csütörtöki napon. Ők nagyon rendesek, mert minden egyes alkalommal ott vannak, és mindig egy kis műsort is szoktak csinálni a társaság nagy örömére. Hát igazán nagyon klassz volt ez a feldolgozás, ez a Santa Maria, de ti sok saját dalt is énekeltek. Ez így van.
És kik írják ezeket a dalokat? Természetesen ugye Trombitás Károly. És Pap Géza. És Pap Géza. Szövegírunk. És a szövegírunk. Újvári Mónika. Igen, ő az Újvári Mónika. Az ilyen frazírok és egyéb ilyen csengések, az pedig a Mira. Mira. A Mária. Igen. Úgyhogy ez egy ilyen összmunka, mind a négyen bedolgoztak ebbe a dologba. És hogy állnak az egyéb fellépéseitek, amik a klubon kívül vannak? Alakulnak. Alakulnak? Alakulnak. Vannak meghívások? Vannak. Hát remélem, hogy most, hogy a Budapest TV is felfedez benneteket, most további meghívások lesznek. Elárulom nektek, hogy a múltkor itt voltatok, és körülbelül 150 levelet kaptam, amelyben a kedves nézők kérték, hogy a rémrendesek újra jöjjenek a Budapest TV-be. Hát itt köszönöm vannak. Szépen. Köszönöm szépen. Hát, Karcsikám, te vagy azt hiszem a vezérszónok. Most mit hallunk? Most pedig stílusosan egy olyan szám lesz, amiben hát ugye a mai világban jellemző a hölgyeknek a hozzáállása ugye az urak részére, és ebből következőleg a számunk címe a Nem vagyok Rómeó. Természetesen akinek nem ingene vegyem. Ja, bocsánat, igen, mindenkitől, igen. Jó, hát akkor nem is tudom, hogy ki az, aki nem Rómeó, vagy ki az, aki Rómeó, az mindjárt kiderül a következő dalból. A színpadon a rémrendesek! And then